Ott a nyúl a kutyánál. Felé megy a ti. Bossi. Egy kakas ment ki. Kakas kiment? Aha. De amikor még amarra voltatok, aha. Hát de a két fa között kb. Valahol ott esélyben volt rád. Ez olyan furcsa, hogy természetes halállal, tehát nem olyanok, mint mondjuk a macskák, hogy visszavonul meghalni a bozótosba. Egyszerűen az út közepén. Hát de lehet, hogy ennek segítettek. Valami, nem? Hát nem. Az a baj, hogy az a kicsikkel, a kisgyerekekkel, hogy azok ilyen lendületesek közel járnak a kutyafelé. Hát nekünk is mondjuk, ha mi igaz nem, az direkt meg is kérdezik az, de én csak szerintem, vagy a gyerekeim nem hallották, hogy nem kéne, vagy a gazdái nem hallott, hogy megkérdezték, és hogy a gyerekek ezt úgy égétnek veszik, tudod, hogy nem. Nem mondd egy szép terület, csak ha lenne rajta nyúlmaz. Ha? Gyere! Fasz tugrálsz le föl! Meg le. Mi? Ja, és már hallod? Hát én azt hittem, hogy itt marad mindenki, és a Gábor piszik le. Én hát a Gabit azért vitték le, hogy tudjon kocsival. Hát jó, de én azt hittem, hogy leugrik mindenki, addig megvárjuk, hogy megjön a Gabi, és akkor kitaláltam, hogy kell ezt az íjat tartani. Aha, csizma ez szárba. Jó csizma, látod? Ez repce? Az nem. Az? Káposzta. Valami káposzta. Ott vannak az őzeket, vagy mi az? Valami. Csak állok. Felébreszti a bozótban alvó tigris. Ott a nyúl. Én nem látom. Hol? Ott fekszik, a fa mögött van. Melyik fa mögött? Lőjétek. Nem kellett elmenni. Mutasd csak rá. Nem látom. Nagy fa? Nem. Ott látom. Nyúl, bassz meg. Lő. Ó, alá. Bazzeg nem láttam. A kutya nem esik ki? Aki pont De több fácán van itt, vagy inkább nyúlra készüljünk? Inkább fácán. Luflu vesző fácán. Itt nagyon sok fácán van. Szóval, hogy...